2022 számos feladatot és kihívást tartogatott a mentőszervezeteknek. Nem csak a Covid-járvány lecsengése tehető erre az időszakra, de a nemzetközi háborús helyzet is nagy terhet jelentett a szabolcsi mentőegységeknek. Az orosz-ukrán háború eddig nem látott helytállást követelt a civil szervezetektől és a hivatásos egységektől egyaránt. Ebben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hatványozottan érintett volt. A leterheltséget nem csak a megtett több mint 3 millió kilométer mutatja, hanem a feladatszám is. És több mint 76 ezer mentési feladatot végeztünk, tehát igencsak nagy volt a terhelés 2022-ben is. A fejlesztések terén elmondhatjuk, hogy azért ezek folyamatosan zajlanak, és nem állt meg az idén sem, főleg eszközfejlesztésről számolhatok be. Egy lehetőség megragadásával kapcsolatban alapítványi forrásokat is bevonva lehetőségünk nyílt, hogy az Észak-Alföldi régió és így Szabolcs megye lehetett az ország első olyan régiója, megyéje, ahol minden mentőegységen rendelkezésre áll olyan speciális gyermekrögzítőt, ami a sérülés gyerekek ellátásához volt szükség, úgyhogy ez egy külön forrás, egy külön eszközbeszerzés révén valósulhatott meg. Ez azt a célt szolgálta, hogy minél több és minél jobb minőségű felszerelés legyen minden mentőautóban. A beszerzett eszközök darabonkénti ára 100 000 forintos nagyságrendű, amelyekkel most már a megye összes esetkocsija rendelkezik. Ez az eszközbeszerzés meghaladta az 1 millió forintot a térségünkben. A fejlesztések pedig 2023-ban is folytatódnak, mentőállomások újulhatnak meg, sőt új építése is tervben van. Vásáros-Namény mentőállomás felújítása, Kemecsén szóba került új mentőállomás építése, akár Vásáros-Naményban is új mentőállomás építése, tehát több ilyen kérdés az, amely napi renden van. Ezekhez a forrásokat keresjük, és ezt próbáljuk úgy megindokolni, hiszen az igény, a szakmai igény az alátámasztott, ezek a mentőállomásokon lenne helye módja ezeket a lépéseket megtennünk, tehát én azt gondolom, hogy a jövő évben is lesz olyan feladatunk, amely a mentőállomás hálózat korszerűsítését, fejlesztését űzi ki maga elé. Új kihívás lesz 2023-ban, a 2022. december elején megszavazott átalakuló egészségügyi rendszer is. A törvénymódosítás a házi orvosi és a védőnői ellátást, az alapellátási ügyeletet és a szakápolást érinti, de a szakrendelők állami kézbevételéről is dönthet március környékén az országgyűlés. Az ügyeleti ellátás átalakításának végdátuma 2024. február 29-e, ezt megelőzően fokozatos lesz a feladatelvállalás.